Az ünnepséggel tisztelegnek azok előtt, akik kiálltak és életük árán is megvédték a magyar hazát. A megemlékezésen a Zentai Gimnázium diákjai adtak elő alkalmi műsort, majd elhelyezték a kegyelet virágait. Az ünnep alkalmából megnyitották a Zentai Városi Múzeumban az Elődeink Hagyatéka című állandó néprajzi kiállítást. A megnyitón ünnepi köszöntőt mondott Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa. Annyi mindent elkezdünk, annyi mindennek neki fogunk, és annyi ember munkája, annyi szakember munkája, annyi intézményvezető, önkormányzati vezető munkája van benne, és akkor teljesedik ki, amikor be tudjuk fejezni. Szűcs Judit néprajzkutató beszédében kiemelte, hogy a kiállított tárgyak kedves emlékként is szolgálhatnak. A gyűjteményben bizonyára az adományozók, hajdani készítők, használók nevével jelzik a tárgyak fényképek leírását. Ezek a leltári tételek kiállítási tárgyakká válva a volt tulajdonos személyében a látogatók számára családtagként, ismerősként a múlthoz kötődést erősítik. A kiállítást hivatalosan Korhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere nyitotta meg. Az első tárlatvezetést Nagyabonyi Ágnes, néprajzkutató, a kiállítás rendezője tartotta.